A Szabolcs megyei egyes számú választókerületben harmadik helyen áll a jobbik jelöltje. A többi kerületben a jelenlegi feldolgozottság mellett pedig másodikként végeztek a párt jelöltjei, mint ahogyan a Dorján Véla és a négyes számú választókerület jobbikos jelöltje. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Tiszteltek, köszöntök ilyes mindenkit! Miért nem sikerült? Sikerült. Gondolom az első helyet szerették volna. Természetesen igen, az első helyet szerettük volna, ugyanakkor azért nagyon nem mindegy az a politika, kultúra és az az erkölcs, amit mi megvalósítottunk és tulajdonképpen véghez is vittünk. Tehát ezért mondom, hogy nekünk sikerült és sikeres volt a választás. Milyen politikai kultúra az az, amire ön büszke? Az értelmes, vitaképes, problémafelismerő és probléma megoldó politika kultúra, és mindenek előtt a más politikai vélemények meghallgatása, értékelése, és adott esetben akár a befogadása is. Elemzők szerint a, a, az ellenzék nem is koncentrált rá a nyíregyházi választókerületeken kívül a, a többi választókerületre. Ön ezt alá tudná támasztani? Tehát, mint hogyha ezt egy lejátszott meccsnek tekintették volna. Hát tulajdonképpen ebből én azt a következtetést tudom leszűrni, hogy a térségben nincsenek elemzők. <laughs> Tehát nem hiszem, hogy fölmérték rendesen ezt a kérdést. Jelesül, akkor vegyük az én példámat. Én a választási kampányban és azt megelőzően is hosszú éveken keresztül semmi mással nem foglalkoztam, csak a választókerület valós problémája a korrupciós ügyekkel, egészségügy helyreállításával, oktatási ügyben meglévő problémákkal, nem utolsó sorban egyébként szociális kérdésekkel, és a választókerületben hemsegő jogtalan ügyeknek a felderítésével és azok megszüntetésével. Tehát konkrétan azt merem állítani, hogy tulajdonképpen rajtam kívül és a Jobbikon kívül az én választókerületembe, és egyébként ez nagyjából igaz az a Szabolcs megye összes választókerületére, nem akadt olyan politikai szervezet, aki ennyire konkrétan, helyismerettel rendelkezve, és pontos problémákat meghatározva, illetve azokra valós megoldást, működő megoldási javaslattal próbált volna reflektálni a választási kampányba, és azt megelőzően. És akkor miért nem ön lett az első? Nagyon, első, egyszerű, tudja nagyon egyszerű. A Fidesznek van egy olyan választási kampány anyaga, amely az ő általa megalkotott választási rendszerben tulajdonképpen tökéletesen működik. Ebbe benne van az okirathamisítástól, a csaláson keresztül, a megvesztegetésig, minden platform. Tehát én azt merem itt most kijelenteni önöknek, hogy azért nevezem én sikeresnek a Jobbik kampányát és személy szerint az én kampányomat, mert mi a tisztesség útján állunk, és a tisztességes választópolgárokat próbáljuk meg ö, megszólítani, illetve megpróbáljuk azokat az embereket is kiszabadítani a lelki és fizikai fogvatartottságból, akik önmaguktól erre nem képesek. Nyilvánvalóan ez a réteg, ez annyira a társadalom perifériára került Köszönhető egyébként a szocialisták korábbi politizálásának és a fidesz KDMP politizálásának, hogy őket nagyon nehéz ebből a helyzetből kimozdítani. Hogy mire gondolok konkrétan? <kül> Jelentős szavazatot jelentett a megye minden választókerületében, a fidesz KDMP számára a mély szegénységben élő réteg. Konkrétan ennek ugye nyilvánvalóan a szegénység az nem, nem etnikai hovatartozás. Függő ugyanakkor a megyében élő cigányság állapota rettenetes. Bizonyára a Kölcsei Televízió tudomásra is jutott, hogy több hangfelvétel készült, amely arról ad tanúbizonyságot, hogy ezer forintért, sörért vagy felesért vásárolja a Fidesz a szavazatokat ezektől az emberektől. Megjegyzem, hogy én rendkívüli módon sajnálom őket, mert jellemzően a közmunkaprogramból élő emberekről beszélünk. Ön is és... tudja bizonyítani Igen, megvan a hangfelvétel, ezt több más média felületen már közé úgyhogy igen, tudom bizonyítani, sőt már be is bizonyítottam. Tehát arról van szó, hogy én nagyon sajnálom ezeket az embereket, mert ők az önálló boldogulásra gyakorlatilag most jelenleg képtelenek. Az ő integrációjukra befektetett rengeteg pénzt, azt ellopták tőlük, és most pedig az adófizetők, a becsületes adófizetők és akkor megkockáztatom, hogy ezeknek a becsületes adófizetőknek, akik a megyében élnek és mozognak és dolgoznak, ezeknek minimum a 70%-a jobbikos szavazó lett, és a jobbikra is szavazott. Ezeknek az adófizetőknek a pénzéből még mélyebb letargiába ö, tolták ezt a réteget, és gyakorlatilag apró pénzért megvásárolták őket. Ez egy szörnyű állapot lelkileg, erkölcsileg és minden tekintetben. Ön szerint sikerült volna jobb eredményt elérni, hogy hogyha a ciklus alatt nem változik meg a jobbik karaktere én nem hiszem. Én nem hiszem, ez egy tökéletes irányvonal. Rólam mindenki tudja, engem a megyében politikusként most már elég hosszú ideje ismernek. Én hiszek a kultúradikalizmusban, hiszek a nemzeti identitástudatban, mert én vallom és hiszem, hogy a magyar nemzet identitása elsősorban az Istenhit és az igazság szolgálata. Én ezt vallom és ezt hiszem. Tehát ilyen alapokra helyezve nem jöhet szóba más, mint az, hogy elismerünk és elfogadunk más nemzetségből való embereket is. A néppártosodásnak ez a kiteljesedése, ez egy tökéletes irányvonal volt. Ugyanakkor meg kell tartanunk a saját identitásunkat, vigyáznunk kell arra, hogy a magyar nemzet az egységes maradjon, és itt gyorsan ki is térek a következő problémára, hogy, hogy valami hihetetlen arroganciával és ormótlan beavatkozással sikerült a Fidesznek egy fordított polaritású, rendkívüli szakadékot építeni, a magyar-magyarság között. Gyurcsány Ferencnek annak idején úgy sikerült, hogy a kampányával nem tette lehetővé az állampolgárság megszerzését. Most a Fidesz ezt az intézményt, ami számomra egy nagyon-nagyon fontos és lelkileg nagyon felemelő intézmény, ezt odáig sülyeztette, hogy most egészen fordított. Tehát akkor az történt, hogy a leszakított területen élő nemzettársaink a magyar anyaföld, tehát az most mostani határ, határainkon belül élő magyarság ellen fordultak. Most pedig egészen fordított dolog történt. Az anyaországban élő magyarság fordult a leszakított területen élő magyarság ellen, mert okirat hamisítások tömkelegével és aljas módon történő célzott irányítással és zsarolással arra kényszerítették a leszakított területen élőket, hogy szabálytalan, jogszerűtlen módon tegyék le a egyébként demokratikusnak hirdetett 2018. április 8-ai választásokon. a Jobbik megyei alelnöke hogyan kommentálja azt, hogy lemondott a Jobbik elnöke? Hát ezek szerint ön is lemondott engem, mert én a Jobbik nem megyei elnöke vagyok. elnöke, bocsánat, igen. Igen, semmi baj nincs ezzel, csak kicsit megpróbáltam értszerődni. Vona Gábor egészen pontosan úgy viselkedett, ahogy egy tisztességes, becsületes embernek viselkednie kellett. Megjegyzem, hogy én a bejelentésével nem értettem egyet, és nem ezzel a bejelentésével nem értettem egyet, hanem amikor bejelentette, hogy ha a Jobbik nem nyeri meg a választást, akkor ő lemond. Mert ő egyeneságon azt a következtetést vonta le előre, hogy az az ő személyes kudarca. De hát ami miatt nekem ez problémát okoz, hogy a választások azok tulajdonképpen, ahogy ma is látjuk ezt, nem feltétlenül olyan módon zajlanak le, hogy abból egyeneságon következteti lehetne, hogy egy politikai irány rossz. Tehát konkrétan, amikor hemzseg a választási csalások gyanújától, egy választás. Amikor a megvesztegetések tömkelegét tudjuk feltárni a választások napján, amikor szervezet... De azt tudja, hogy a nyertes pedig azt mondja, hogy ilyenkor az ellenzékhez természetes, hogy csalásokat kiállt. Én nem kiálltam, én be tudom bizonyítani. Tehát nekem konkrét bizonyító erejű, tanúvallomás erejű bizonyítékom van arra, hogy konkrétan a szervezett szállítás kárpátaljai magyarság beszállítására megtörtént. Erre van nagyjából fél órás videófelvételem, és van természetesen hangfelvételem is. Ebben a választási csalássorozatban, ebben még egyszer mondom, hogy áldozatokról beszélhetünk, egyetlen nyertese van ennek az egész történetnek, és én azt sem vagyok biztos, hogy ő is nyertes. Ez a fidesz kdnp Itt csalássorozatokról, tehát éppen ezért én azt gondolom, hogy a Gábor elhamarkodottan, és ö, talán egy picit ö, meggondolatlanul cselekedett, amikor felajánlotta a Jobbik tagságának és a Jobbik szavazóbázisának, hogy ő lemond, hogyha nem, nem nyer a Jobbik. Tehát a választás az nem egy ilyen műfaj az egy több szereplős műfaj, és ráadásul nem mérjük a játékszabályokat. Hogyan tovább jobbik? Akkor ön a megyei elnök, Igen, ön marad hát a egészen, pozíciójában? Egészen konkrétan. Megjegyzem, hogy én is tettem hasonló bejelentést, jóval a választások előtt, Történetesen azt a bejelentést tettem, hogy a választások után nem indulok újra választókerületi elnöki pozíciómba, ugyanakkor megmaradok megyei elnöknek, mert én hiszem és vallom, hogy a jobbik jó úton jár, és teljesen tisztességesen és becsületes módon oldotta meg ezt a feladatot, és ezután is ezt fogja elkövetni. Arról nem beszélve, hogy ugye nem tudjuk még a teljes végeredményt. Az ország területén van az én számításaim szerint most jelenleg minimum 1 millió 400 jobbik szavazó. Ez egy óriási tömegbázis, akiket nem lehet cserbe hagyni. Ráadásul azért azt figyelmébe ajánlanám a Fidesz-KDMP-nek, hogy ha összehasonlítást végeznénk a Fidesz-KDMP szavazóbázisa és a jobbik szavazóbázisa között, akkor azt mondanám, hogy mi életbe tudunk tartani egy országot, mert a mi szavazóbázisunknak a jelentős része, több mint 90%-a adófizetőből áll össze. Míg a Fidesz-KDMP szavazóbázisából a 90%-a nem adófizetőkből áll össze akkor ezek szerint nem tart attól, hogy szétesik a jobbik. Egyáltalán nem, sőt, arról tudok beszámolni, hogy tegnapi nap én részt vettem egy országos választmányűlésen, amelyben nagyon-nagyon sok fontos döntést meghoztunk. Többek között tájékoztatom a közvéleményt, hogy vonagábor visszavonulását nem úgy kell értelmezni, hogy ő most akkor eltűnt. Kitűztük május hónapra a tisztújító csak országos, nem, országos, országos választmányt, Vona Gábor addig a Jobbik elnöke. Ez az alapszabályunkból fakad és egyébként emberi és erkölcsi kötelessége is ez, amit teljes szívvel és teljes erőbedobással vállal. Azt követően, hogy meg lesz a tisztújítás, lesz a Jobbiknak egy új elnöke, és számomra még eddig ismeretlen összetételő alelnök gárdája. Ezek az emberek fogják vinni tovább ugyanazt a politikai irányvonalat a néppártosodás útján és a tiszta erkölcs útján, amit eddig elkezdtünk. Ugyanakkor azért sok mindent megalapítottunk tegnap is, például azt, hogy feljelentést teszünk választási csalás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, és újra számoltatjuk a szavazatokat, amit egyébként a Nemzeti Választási Irodal jelenleg megtagadott tőlünk, és ezen is gondolkodjan el mindenki. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk!